Vendégünk Varga Zsombor, PR és kommunikációs igazgató, aki egy jótékonysági akcióról hozott hírt nekünk, ami a Facebookon terjed. Mesélj nekünk erről, hogy mit kell róla tudni. Igazából az a helyzet, ugye én egy Magyarországon piacvezető autógyártónak vagyok a PR és kommunikációs igazgatója, és úgy gondoltuk, hogy miután számunkra ez egy elég nagy felelősség is, ugye az, hogy valaki piacvezető, és vissza is kell adnia valamit a társadalomnak, illetve igyekszünk mindig valamilyen szinten a közösséget is szolgálni lehetőségekhez mérten. Ezért úgy gondoltuk, hogy a legújabb modellünk bevezetése során próbálunk egy olyan különleges és rendhagyó autóbevezetést produkálni, a sajtót és a médiát is belevonva, illetve egy közösségi média, tehát a Facebook ott mint pillért használva, amelynek folyamán gyakorlatilag jótékony ügyeket tudunk támogatni. Ezért a mi hivatalos Facebook oldalunkon meghirdettünk egy akciót, mi egy kb. 19 ezer követője van a Facebook oldalunknak, és ott meghirdettünk egy olyan akciót, hogy szeretnénk, felsoroltunk 10 jótékonysági ügyet, ezek között vannak gyermekeket támogató szervezetek, állatmenhelyek, stb. És azt kértük a rajongóinktól idézőjelben, hogy szavazzanak, hogy melyek azok az ügyek, amelyeket legszívesebben támogatnának 100 000 forinttal, ugyanis ebből a 10-ből 5 ügyet szándékoztunk támogatni 100 000 forint értékben tárgyi adománnyal, és a szavazást követően pedig a sajtó eseményen, ahol ugye meghívtuk az autós média képviselőit, gyakorlatilag ezt az 5 megszavazott ügyet támogatják majd. Ugye ez a modell egy eléggé különleges ajtómegoldásra rendelkezik, nincs B-oszlopa, ezért rendkívül jó pakolható, és arra gondoltunk, hogy a megérkező újságírók, akik egyébként nagyon pozitív választottak, és nagyon örültünk neki, hogy ők is ilyen nyitottak voltak az ügyre. Gyakorlatilag ugye bepakolják az adott alapítvány, a kiválasztott alapítványok által igényelt tárgyadományokat, hiszen egyeztettünk nyilván ezekkel az alapítványokkal, hogy így van, hogy mi az, amit igazán szeretnének, és 100 000 forint értékben ezt elvisszük nekik. Az azért, hogy nagyon-nagyon nagy meglepetésre, tehát azt számítottunk rá, hogy sikere lesz, de jóval nagyobb sikere volt ennek az akciónak, mint számítottunk rá. A 19 000 rajongóból az első két nap alatt több mint 4 000-en adták le a szavazatukat, ami majd, hogy nem azt mondom, hogy a mi életünkben mindenképpen példanélkül való, de azt gondolom, hogy egyáltalán egy meglehetősen ritka aktivitást jelez. Tehát számunkra egy pozitív visszacsatolás, hogy a jó ügyek érdekében azért lehet mozgósítani az embereket, legalább ugye a szavazatok erejéig. És miután egyébként egy egész éles vita alakult ki arra, hogy mely alapítványokat lenne érdemes támogatni, ugye a szavazók között voltak, akik ugye inkább az állatmenhelyeket támogatták, voltak inkább a gyermekeket, ezért azt gondoltuk, hogy nyilván szívünk szerint mi is mind a 10 ügyet támogattuk volna, de azért erre jelenleg így évvége közöttében már nem volt keret, de az eredetileg megkítettet 5 helyet 6 alapítványt támogatunk majd ilyen módon. Mi alapján választottátok ki ti azt a 10-et, amiből most már 6-ot ki lehet választani a rajongóknak? Igazából próbáltunk ismert és elismert alapítványokat választani, olyanokat, akiknek önmagukban is elég komoly támogatói bázisa lehet, hiszen ugye szerettük volna minél inkább megmozgatni az embereket, és minél inkább elvinni a köztudatba azt a lehetőséget, hogy igen, itt most ők maguk, ha csak egy szavazattal is, de tehetnek azért, hogy az általuk kedvelt, preferált alapítványt támogassák. Úgyhogy így talán a legismertebb 10 alapítványt soroltuk itt föl, illetve ez alól talán van egy kivétel, a Szentendrei Árvácska, ugyanis a mi vállalatunknak a központja, a regionális központ vagyunk, 32 országot irányítunk innen, ez Szentendrén van, és nyilván ilyen tekintetben örültünk volna, hogyha megszavazásra kerül ez az alapítvány is, és örülhetünk is, mert bekerült a hatba. Meddig lehet még szavazni, akkor egészen pontosan, vagy lehet még szavazni, akkor inkább kérdezem. Most már a szavazatokat lezártuk, ez gyakorlatilag a tegnapi nap 4 óráig érkeztek be a szavazatok. Ennek ellenére egyébként továbbra is érkeznek lájkok, illetve szavazatok. Jeleztük ugyan, hogy ezek már tehát nem befolyásolják a kiválasztott alapítványokat, de a Facebook oldalunkon meg lehet tekinteni ezeket az alapítványokat, hogy ki az a 6 alapítvány, ami ilyen módon támogatásra kerül.
Mikor kerül kiszállításra akkor? Gondolom a modell bemutatása egy időben. Ez most pénteken történik majd meg, és azt gondolom, hogy utána néztünk, és ez egy világszinten egyedülálló sajtóbemutató, ugyanis ilyen autóbemutatót még senki nem tartott, hogy megpróbált egy jótékony ügyet támogatni. Korábban nekünk volt egyébként egy érdekes megmozdulásunk még 2009-ben egy haszongépjármű modellünk bemutatása esetén is sikerült meglepni az újságírókat, ugyanis nem egy egyszerű bemutatóra érkeztek, hanem kiosztottunk nekik lapátokat, ásókat, 10 000 darab árvácskát, amiket be kellett pakolniuk, és akkor Szentendrén egy közteret, ilyen gerilla kertészet módján újítottunk föl, gyakorlatilag az újságírók segítségével. Az a nagyon pozitív, hogy nyilván ők, nekik is rengeteg dolguk van, szaladnak cikkeket írni, és a többi, tehát határidőkkel dolgoznak, és mégis nagyon-nagyon kedvezően fogadják ezeket a dolgokat. Kicsit ugye másként tesztelik magát az autót is, meg jó érzés közösen segíteni. Úgyhogy mindenképpen gondolkodunk a jövőben is hasonló megmozdulásokon. Nem állt tőletek messze egyébként a jótékonykodás. Úgy tudom, hogy az idei Mikulás gyárat is vastagon támogatjátok, mindenféle például ilyen kiszállításokban segítetek nekik, hogy a célba jussanak ugye a rászorulóknak az ajándékok, amiket vittek a lakosság gyakorlatilag. Így van, köszönöm, hogy ezt megemlítettem, ez nagyon nagy büszkeség számunkra, és az egész márka kereskedő hálózatunk az ügy mögé állt, és az országban ugye minden fontosabb vagy nagyobb városban ugye vannak márkakereskedéseink, ezek gyűjtőpontként szolgáltak a Mikulás gyár számára. Ott is fel van fúrva egy ilyen lufi? Igen, ezt vele lehetett adni ugye az ajándékokat, és egyébként az épp haszongépjárművé választott modellünkkel pont a mai napon kerültek kiszállításra ezek az adományok a Mikulás gyár számára, és meg kell mondjam, hogy egész nagy kupacot sikerült összegyűjtenünk, úgyhogy nagyon köszönjük ezúton is az adakozóknak. Persze ezeket az adományokat a márkakereskedéseink is kiegészítették saját adományukkal, sőt nálunk a cégnél is tartottunk gyűjtést, egy kb. 150 fő dolgozik nálunk ugye a regionális központban, és majdnem csak a mi közvetlen kollégáink sikerült megtölteniük egy egész haszon gépjárművet, tehát nagyon-nagyon jó érzés volt ez is, hogy egy ilyen jó közösségben dolgozhatunk. És a december valóban egyébként nálunk ez az adományok egyében telik, illetve a jótékony ügyek támogatása egyében, úgyis ugyanaz a modell, ami most pénteken bemutatásra kerül, és ugye amellyel ezeket most a Facebookon megkérdezett adományokat kiszállítjuk, ugyanaz a modell volt a Julupukkinak, az igazi Finn Mikulásnak a magyarországi itt tartózkodása során az az autó, amellyel ugye ellátogatott számos jótékonysági eseményre. És hogyha már ennyire benne vagytok a jótékonykodásban, gondolom már van terv, hogy mivel fogtok következőleg előrukkolni, hogyha van valami, amit már elmondhatsz nekünk, vagy ami már egészen biztos, akkor azt szívesen meghallgatjuk most. Hát ez talán még meglepetés, de jövőre érkezik ismét annak a haszongépjárműnek, amit 2009-ben bemutattunk a legújabb verziója, és bizony ott is valami közösségi dologban gondolkodunk. Szeretnénk ismét segíteni. Akkor 2009-ben ugye még a közösségi médiának nem volt ekkora szerepe, így akkor nem vontuk be a Facebookot ebbe a kampányba, illetve ebbe a segítségnyújtásba, viszont a mostani tapasztalatok azt mutatják, hogy aktivizálni lehet az embereket, és el lehet nyerni az ő lelkesedésüket, támogatásukat, hogy szeretnénk az ő szavazataikat és segítségüket kérve kiválasztani azt a települést, amelynek ezúttal segítünk majd. Hát akkor majd erről is beszámolsz itt remélhetőleg nekünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm a lehetőséget.